mikrofon nélkül beszélek. Köszönöm szépen. Nagyon öleltem meg Lajos, mert nagyon szeretem őt, és nagyon szeretem hajlásférjeket, beszélmegyéjeket, és nagyon hálás vagyok Lajosnak, hogy olyan nagyon nagy szeretettel hívott, és olyan sokszor tölt volt, és javasoltam, hogy jöjjek egyre. És megmondom, hogy miért nem volt könnyű dolga. Nem fogok itt nagyképűsködni, de ilyen nagyon elfoglalt vagyok. Ugye három gyerekes édesanyaként, időszínűleg, parlamenti képviselőként állandóan utazgatva. Nem ez volt a baj, Lajos talán tudja idézni azt a beszélgetésünket, amikor nagyon őszintén és hát könnyekkel küzdködve elmondtam neki, hogy egyre nagyobb fájna abban az időben, azóta történt javulás, ezt majd mindjárt elmesélem, hogy egyre nagyobb fájdalommal és nehézséggel megyek lakossági fórumokra. Egyszerűen borzasztóan fáj, mondtam ezt akkor, nagyon fáj az, hogy rettenetes helyzetben van az ország. Borzasztó helyzetben vannak az emberek, egy óriási szakadékkal a között, ami kifelé mutatnak a politika, a média, és a között, hogy az emberek a valóságban élnek. És amikor járunk az országot, és találkozunk magyar emberekkel, akkor szomorú arcokat látom, keserűséget, és az, hogy ha egy politikus megjelenik, akkor azt várják, és joggal várják, hogy mondjak valamit arról, hogy hogyan lesz nagyon gyorsan, sokkal jobb.